pénzem boldog itt. Boldog itt az embernek a megélhetőségét, mert a pénzén élsz. A pénz az feltétlen kér. Lehet pénzed, lehet aranyvárod, palotád, akkor se számít, mert időkorban nem is tudsz gondolni arra, hogy mit van. Amikor szenvedsz, amikor fájdalmaid vannak, amikor tudod, hogy na most itt kell hagyjam ezt az életet, senki nem veszi meg pénzzel az életet. Mikor az ember hallja, hogy ezeknek a nagyvezető, országvezető embereknek mennyi pénzek van, de mi az Isten csodát tudnak csinálni? Mit csinálnak? Minek kell annyi pénz? Ha mit? Na, mit ér vele az a sok pénzzel? A politika aznak ott össze-vissza mindenféle, te meghal itt hagyja. Akkor. És én annyit kellett dolgozzok Leánka koromban, hogy a szekeret megraktam Ganyival, kivittem a mezőre, lehánytam, végeztem a dolgomot vele, a szekeret felraktam a szekére, kimentem, sírva borozdultam, két tehennel, vezetés nélkül, ahogy tudtam úgy, nem tudom azt mondani, hogy nem dolgoztam életemben, könnyű életet éltem, mert annyi volt, hogy a fentetény fejjel ért a nehézség mindenféleképpen. De hát ez a több mozgás, a több munka, tehát dolgozzal, akkor, mikor megéhezel, akkor egyél. Táplálékos ételt. Én meg vagyok az élet sorsommal elégedve, jelen pillanat is. No, meleg ház van, kenyér van, kicsi nyugdíjt adnak, ebből már meg lehet élni. Dolgozzal, ha itt faj, ott faj, akkor is csinálj valamit. Hát ne, annyi konkurs pacan van, s mindenféle van, s kétkézzás, egykézzás, úgy, ahogy tudok, menjek. De a kertemet a nyáron, s mennyit öntöztem. Mindenféle az ötségből a hűtőbe be van rakva. Úgyhogy nem kell az üzletbe be menjek, hogy vegyek ezt, az itt muruktos, petezselyemtős, karolalbítós, mindenféle az ötség, ami kell egy főzéshez, hagymat, mindent. Szép paradicsom lett, miért tudtam főzni. Tehát az ember, ha dolgozik, ha nem csordul cseppen, azt mondják. Meg volt a család, nagymama, édesanyám, testvérem. Ez így, egy szobában, egy fazakból merítve az ételt, egyé nőttek fel, egyben nőttek fel. Most az a baj, hogy minden szülő abba jár, s maguk a fiatalok is, hogy külön. És ez a különvallás, ez úgy elhűtleníti a fiatalokat az öregektől. Mert mikor már az ember annyi idős, mint én vagyok, ugye, nem vár nagy dolgokat, mert nem vár. Szeretetet vár. Jó szót vár. Szeretetet. Egy kicsi simogatást, egy kicsi kedvességet. Nem kell már az öregnek nagy dolog, mert már az evészet is olyan, hogy annyit eszel, mint egy gyermek, visszakerülsz a gyermekkorodba, hogy nincs az emberekben szeretet. Nincs egymás iránti becsületes meglátás, belátás. Tehát az emberek jobbak vonalnak egymáshoz, akkor létezhetetlen, hogy ne lenne jobb világ. Rengeteg népet elpusztítsák. Hát akkor ebben mi a jövő? Összeteretik az országot, össze mindenféle rosszat. Sok nép oda vesz. Tehát nincs abba az emberbe, aki ezt irányítsa, és ezeket irányítsák a politikába. Hát miért kell csinálni az emberek közt az ellentétet? Miért kell a magyar ellene legyen a románnak, vagy miért kell a román ellenség legyen a magyarnak? Vagy... Hát éljen mindenki békességben, hát az mindenkinek könnyebb. Fejeseknek is könnyebb, és a politikusoknak is könnyebb, és a nyabajának mindennek könnyebb. Az az élet, hogyha békeség van. Hát egy családban is. Na. Család is olyan, hogy ha komoly a gazda, házi gazda, azt mondja, aki kalapot visel, nehezebb, mint a kendő, hát egy valaki kell irányítsa a családot. Ahhoz, hogy a békesség legyen, és jó legyen. A jóság, a szeretet hozza ki az emberből a jót. A gyűlölet, az csak a rosszat. Hát a magyarok
voltunk, annak születtünk, azok vagyunk. Hát csak ez a magyarságunk, az a mi népünk. Én azt hiszem, hogy a legjobb érzés akkor, amikor egy székelyruhás táncot meglát az ember a színpadon. Idegenbe, akárhol. Hogy az a székely ember, az magyar ember. Hát a lelked örvend, hogy hát a magyarság, magyarok vagyunk. És azok is maradunk. Hát aztán onnak születtünk, azok is maradunk. És a Jóisten segítségét ezt nem lehet elhagyni, mert mikor bajunk, mikor jól vagyunk, akkor nem gondolunk a Jóistenre. De ha valami ér, valami nehézség, baleset, halál, ez az, hát ki ez? Édes Jóistenem, hát ez a legelső, hogy édes Jóistenem, hát segíts meg, hogy valahogy éljem túl, vagy tudjam elrendezni, vagy tudjam, hát. Hát akkor mit, ha nem hinnénk az Istenbe, akkor mit kell imádkozni hozzá? De a vallásba is, a szeretet a minden. Mert hogy van Isten. Ez a szeretetben mutatkozik meg. A szeretet Istene. Hát ez vezetné az emberiséget jóra. Szeresd embertársadot. Úgy, mint önmagadot. Ugye? Még ha egy-két évet élnék, még szeretné. Nem szeretnék még holni azért. Mégsem, még szeretnék élni. És legalább ennyit tudnék csinálni, ennyit tudnék dolgozni, hogy házamot rendbe tartsam, főzzek magamnak, kicsit a kertbe bésétáljak, gyomlalgossak, ütetgessek. Na, ezt még szeretném csinálni. Tehát úgymond nem szeretném meghalni még.